Magyarországon a közpénzügyi rendszer az elmúlt időszakban milyen változásokon ment át. Jól láthatóan nem egy unalmas számviteli előadás zajlott kedd délután a Széchenyi Egyetem e-előadójában. Teljesen megtelt a terem, ahol Magyarország jövője volt a téma az unióban és a globális világban. A több száz egyetemistának dr. Lentner Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezetője arról beszélt, a visegrádi négyek pörgetik most Európa gazdaságát, a folyamatos bővülés pedig a jövőben is folytatódhat. Egyidejűleg van gazdasági növekedés és pénzügyi egyensúlytás, stabilitás van mind államháztartási, mind vállalati, mind pedig háztartási szinteken. Óriási a fizetőképes keresletnek a gyarapodása, amelyet a kormánynak a bérvezérelt gazdaságpolitikája, másodszorban pedig a Magyar Nemzeti Banknak az inflációt kerülő jegybanki eszköztára tud eredményezni. Lényeges, hogy a háztartások mellett gyarapodásra indultak a vállalkozások is, tehát a kis- és középvállalkozói szektor számára az elmúlt három évben a Magyar Nemzeti Bank 3500 milliárd forintot adott ki növekedési hitelprogram jogcímen. A program védnöke Győr egyik alpolgármestere is azt mondta híradónknak, hogy az unió mostanában a V4-ek miatt teljesít jól, ezzel pedig jelentősen felértékelődött Magyarország és partnereinek megítélése. Dr. Fekete Dávid is további erősödésre számít a régióban és idehaza is. Nagyon sok nyugat-európai ország gazdasági növekedése stagnál tulajdonképpen, tehát a közösségi gazdasági fejlődésnek az ereje az ma itt Magyarországon, Lengyelországban, Szlovákiában, Csehországban található. Ez egy nagyon fontos dolog, ritkán van ilyen pillanat európai életében, hiszen tudjuk azt, hogy nagyon sokáig nem voltunk részei annak a gazdasági integrációnak, ami már 1957 óta egyébként tulajdonképpen elindult. Én magam örülök annak, hogy ez a konferencia Győrbe jött, hiszen a fiatal egyetemisták is első kézből hallhatnak azokról a tendenciákról, azokról a különböző elemzésekről, amelyek tulajdonképpen az ország gazdasági helyzetével foglalkoznak. A stabil gazdasági és pénzügyi helyzet lassan elérhetővé teszi az euró bevezetését is Magyarországon. Lentner Csaba szerint, ha 4-5 évig tovább folytatódnak a kedvező folyamatok, hazánk végre átállhat a közös európai pénz használatára. Versenyképességben még nem ütjük meg azt a szintet, tehát a bérfelzárkóztatás, amit a kormány 5. éve ugye emelkednek a reálbérek, ezt még folytatni kell. A magyar vállalkozásoknak, főleg a KKV szektornak a versenyképességét is tovább kell növelni. Tehát mi nem kerülhetünk abba a helyzetbe, mint amibe került Görögország, hogy úgy lépett be a monetáris zónába, hogy nem volt gazdasági értelemben versenyképes. Tehát hogyha mi versenyképesek leszünk, akkor leszünk ennek a térségnek, a monetáris zónának is a meghatározó tagjai. A gazdaság főleg a feldolgozó és a gépipar miatt teljesít jól, ezeken a területeken győri zászlós hajónak számít a közép-kelet-európai régióban. Az Audi további fejlesztéseket valósít meg és tervez, ez pedig biztosíthatja a város stabil jövőjét is. A kelet-közép-európai országok azért tudnak egyébként éllovasai lenni most a gazdasági növekedésnek, mert elsősorban az iparban, a feldolgozóiparban, a járműiparban komoly és nagyon jelentős növekedést tudnak felmutatni, és hát ennek egyik zászlós hajója természetesen Győr városa, a Győr városában működő Audi, ahol ugye nem csak járműgyártás folyik, hanem a világ legnagyobb motorgyára is itt működik a városunkban. Éppen ezért mi ennek a gazdasági növekedésnek nagyon fontos motorjai vagyunk, és azok a fejlesztések, amelyek várhatók az Audi gyárban, akár itt az elektromobilitás gondolva, amelyeket korábban már bejelentettek az Audi-s vezetők. Látszik az, hogy van jövője természetesen az Audinak Győrben, és azok az új technológiák, azok az új fejlesztések, akár a Széchenyi István Egyetemmel közösen egy fontos és nagyon jelentős pályára tudják állítani a továbbiakban is egyébként az Audi működését. Az előadás sorozat 131. állomása igen népszerű volt Győrben, ezért a Széchenyin a jövőben is rendeznek majd hasonló programokat, hogy az itt tanuló egyetemisták neves előadóktól első kézből értesüljenek a legfrissebb gazdasági és pénzügyi tendenciákról.